Miről is szólhatna a nyár, ha nem a bikini szezonról és a napfürdőzésről, a strandolásról. Ilyenkor kapnak legtöbben észbe, hogy a felszedett zsírpárnáskákon már nem áll ugyanolyan jól a falatnyi bikini, és ilyenkor eszelős, drasztikus fogyókúrába kezdenek. Köbből Anita is így járt, így tett, és aztán rá is fázott, elmeséli nekünk. Azt gondolom, hogy az éhezéses fogyásnak, vagy a kiéheztetésnek a legnagyobb rákfenéje talán az, hogy kizsigereljük a testünket. És mivel hogy a testünk elkezd tartalékolni, így abból a minimális ételből, amihez juttatjuk a szervezetünket, elkezd raktározni. Fogyókúránál mindannyian tudjuk, hogy ez nem jó. Arról nem beszélve, hogy állandóan feszültek vagyunk, boldogtalannak érezzük magunkat, tehát a lelkünkre is rányomja a bélyegét. Úgyhogy én azt javaslom inkább mindenkinek, hogy a tudatosságot helyezze ki így egy első körben célul, és mondjuk készítsen magának egy tervet. Ha egy nő fogyókúrázik, akkor a nőnél szerintem csak a férfi szenved jobban, akinek ezt el kell viselni, mert ilyenkor ingerültebbé válunk, kevesebb a szénhidrát, és mindenért veszekszünk. Veled is így van? Most már azért szerencsére nem, hát hiszen nyilván a gyógynövény alapanyag, ez nagyon-nagyon segít nekem abban, hogy ne legyen ez az őrítő éhségérzet. Régebben azért volt, igen, tehát a párom sportoló, ő azt eszik, és akkor, amikor akar, úgyhogy ő este 11-kor és éjfélkor pizzát eszik mellettem rendszeresen, és régen mindig beszekedtem vele emiatt. De miért kell engem bántani? Tehát miért kínzol? Edd meg kint, de ne az ágyba legalább. Amikor rajtam volt még az a plusz 10 kiló, akkor egyébként mindig próbáltam egy picit csalni. Mondjuk mi rendszeresen jártam feketébe, de tetőtől talpig feketébe. Anyukám totál ki volt készülve állandóan egyébként, hogy ne gyászoljak, hogy slankítsam magam. Mindig volt a derekamra kötve valami, hogy a hasamat is eltakarjam, ami zavart, meg a fenekemet is egyébként, ami nagyobb volt, de laposabb is volt. Szóval azért voltak ilyen praktikák, hogy megpróbáltam mindent megtenni, hogy minél vékonyabbnak látszom. Anitának a tudatosság és a sport mellett leginkább az vált be, hogy rátalált olyan hatóanyagokra, amelyek segítségével az étvágyát féken tudta tartani. Valamint rengeteg olyan motiváció lehet, ami segíthet, hogy sikerre vigyük a diétánkat. Anitának a vásárlás jött be. Szerintem a legjobb része a fogyókúrának az, hogy teljes egészében lecserélhetjük a ruhatárunkat. Mi nők szerintem kétség kívül és kivétel nélkül imádunk vásárolni. És az annyira jó érzés, amikor a kifogyott, L-es, XL-es ruháinktól megszabadulhatunk, és egy teljesen friss, színvilágú és fazonú gardróbunk lesz, hogy ezt szerintem minden nőnek át kell élnie. Én mondjuk kifejezetten vásárlásmániás vagyok, ezt azért bevallom őszintén. Na de mit csináljunk a régi óriás darabokkal, amelyek a fogyás előtti alakunkra emlékeztetnek? A régi kifogyott ruhák leginkább portörlésre hasznosíthatóak, de egyébként legjobb, hogyha ezektől megszabadulunk, hiszen az mindig nagyon rossz ómen, hogyha ott vannak ezek a nagyobb ruhák a gardróbunkban, hiszen akkor ott van az, hogy ha esetleg bármikor felszedünk pár kilót, akkor nem kell új ruhát venni. Azt gondolom, az nagy motiváció, amikor azért olyan jól állnak, olyan feszesen állnak azok a ruhák rajtunk. Ezeket el lehet ajándékozni esetleg olyanoknak, akik úgy érzik, hogy tudják még hasznosítani őket. Mostani ruciaim azért feszülnek rajtam, nyilván vettem újakat, de a régiek, amiket kifogytam, azokat azért elég sok módon fel lehet használni, újra lehet hasznosítani. A legjobb módja szerintem az, hogyha felajánljuk jótékony célra őket, másrészt pedig szoktam cserélgetni a barátnőimmel. Harmadrészt pedig, amit nagyon szeretek, és nem akarok róla lemondani annak ellenére, hogy most lóg rajtam, elviszem szépen varrónőhöz és bevetetem. És hát ugyanúgy tudok neki örülni, hogy na, most még csinosabb. Édesanyámnak voltak trükkjei a ruha újrahasznosításra. Emlékszem, és még az meg is van, egy nagyon-nagyon szép nagy estei ruháját átalakítatta. Egy rövid koktélruhát csináltatott belőle, és én is kaptam gyerekkoromban belőle egy ilyen pici kis helyes koktélruhát, és ez nagyon-nagyon helyes volt, hogyha kedves volt, hogyha elmentünk így együtt, akkor azt látták, hogy az anya és a lánya összeöltözött. Én egy jelentős súlycsökkenés után egyáltalán nem szoktam az óriás addigra már rám nagy ruhadarabokat őrizni. Egyrészt, mert kicsi a gardrób szekrényem, és kell a hely, hogy újabbakat tudjak venni. Másrésztről pedig nem úgy motiválnának, hanem kifejezetten elkeserítenek, hogy valamikor voltam én ekkora. Diéta rovatunkban legközelebb arról faggatjuk a sztárokat, hogy mi az, amit egy nap során mindenképpen magukkal visznek. Ígérem, érdekes lesz.